Januártól indul az e-papír. Az állampolgárok, magánszemélyek a rendszeren keresztül az önkormányzatokkal intézhetik közös ügyeiket bármilyen hivatalos ügytípusban. Az elektronikus közigazgatás egy újabb és magasabb foka lesz ez. Ügyfélkapus ügyintézés, szinte már rutina belépés adóügyek intézésénél, vagy bármilyen más elektronikusan intézhető hivatali ügytípusnál. Az elektronikus közigazgatás tovább bővül januártól, és elindul az e-papír. Az új szolgáltatással közvetlenül az állampolgárokat szólítja meg a közigazgatás, ugyanis bárki számára lehetőség nyílik minden egyes hivatali ügyet a digitális térben intézni. 21. század elején az elektronika, a digitális lehetőségek azoknak az új tere nyílott meg. Nagyon sok lehetőség van a mindennapi életben, hogy az ügyeinket elektronikusan intézzük, és ez nagyon fontos, hogy ez az élet sok területe közül a közigazgatásban, tehát az állammal, illetve az önkormányzatokkal való kapcsolattartásban is minél szélesebb teret nyerjen. Az ügyfélkapuk rendszerének a bevezetése, ez ennek egy nagyon komoly lépése volt, januártól pedig a jogszabályi rendelkezések értelmében az állampolgároknak lehetőségük lesz arra, hogy sokkal szélesebb körben keressék meg az úgynevezett e-papír keretében ügyeikkel az állami gazgatást. Én azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan lépés, amely a jó állam megteremtését szolgálja, és egyébként kapcsolódik a digitális jóléti programhoz is. Én bízom benne, hogy ez az ügyfeleknek a megelégedésére fog zajlani. Egy biztos, egy újabb lehetőség a számukra, hogy az ügyeiket még gyorsabban és még hatékonyabban tudják intézni. A pénteki, a települési önkormányzatok jegyzői számára szervezett tájékoztatón a rendszer informatikai és jogi hátterét részletesen ismertették. Elhangzott a 2015-ös ide vonatkozó törvényben az önkormányzatok elektronikus ügyintézést biztosító szervként szerepelnek. A hivataloknak is lehetőséget kell nyújtani a személyre szabott elektronikus ügyintézésre. Az új komplex rendszeren keresztül hivatalos levelek juttathatók el az önkormányzatokhoz, és az egyes ügytípusokhoz kapcsolt díjakat, illetékeket is itt lehet majd befizetni. A szolgáltatás ügyfélkapu és az ügyfélkapu melletti elektronikus azonosítási lehetőségekkel vehető igénybe. Az e-papír tesztüzeme nyáron lezárult. A rendszernek az egyik nagyon fontos eleme az az, hogy gyakorlatilag bármilyen ügyben elektronikusan meg lehet keresni az állami igazgatást, és utána, illetve az önkormányzatokat, nyilvánvalóan a bármilyen, az egy szűkített kategóriát jelent, tehát azokat az ügyeket jelenti elsősorban, amelyekkel kötelesség és feladata az államapparátusnak foglalkoznia. A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban pedig 8 olyan, a teljes állami igazgatást érintő fejlesztési program is elindult, amelyet a kormányhivatalok hajtanak végre. Az államigazgatásban csak nem 300 különböző szakrendszert használnak, ezek sok esetben nem kommunikálnak egymással, a fejlesztés része ezek összekapcsolása. A KÖFOP programok keretében, ami a közigazgatás fejlesztését szolgáló uniós programokat foglalja össze. Nem csak olyan típusú fejlesztések várhatók a közeljövőben, amely a számítógépes hátteret teremti meg, tehát gyakorlatilag a új gépek vásárlására nyílik lehetőségünk, valamint új programoknak a vásárlására, hanem ezen túlmenően arra is lehetőséget biztosít, hogy azokat az állami rendszereket, amelyek területén össze kell dolgozni a különböző szervezet egységeknek, azt könnyebben el tudják érni, és még hatékonyabbá váljon az együttműködés. Én azt gondolom, hogy ez gyorsítja az ügyeknek az intézését alapvetően. Még mindig vannak olyan állami rendszerek, amelynek az összekapcsolása az teljesen logikus, úgyhogy ezek is egy újabb előrelépést fognak mindenféleképpen jelenteni. A programok egy része az már a megvalósítás szakaszába elérkezett. A közeljövőben a megyei kormányhivatal intézményei számítógépeket fognak kapni nagy mennyiségben, ami lehetőséget biztosít a számunkra, hogy azokat az elavult eszközöket, amelyel a munkavégzés küszködés a kollégáinknak, valamint a nyilván az ügyfélnek az ügyintézését is lassítja, ezeket kicseréljük modernebb gépekre. A programnak a további lépései azok pedig a jövő tavasszal várhatóak, tehát a nagyobb informatikai rendszerek összekötése, fejlesztése az egy nagyobb időintervallumot igényel. A rendezvényen elhangzott, az e-papír januártól már élesben működik. Jövőre, az első negyed év végére több százezer, de akár milliós nagyságrendű beadvány is érkezhet a rendszerbe.